Sziasztok! Ismét jelentkezem, örülök, hogy itt vagytok. Ebben a videóban egy picit visszamennék az alapokhoz. Talán videóimban még nem esett szó az öt szabályról, arról az öt fontos szabályról, ami a hulladékcsökkentésnek az alapja gyakorlatilag, a háztartási hulladékcsökkentésnek az alapja. Ez az a piramis, ez a Zero Waste piramis, ami a legfontosabb akkor, hogyha valaki szeretné a hulladékcsökkentési életmódot elindítani. Ez az az öt szabály, amit mindenképpen figyelembe kell venni, és ennek megfelelően alakítani a hétköznapokat, akkor sikeresek lesztek, akkor sikeres lesz bárki, mert nem bonyolult egyik sem, inkább csak bele kell, hogy égjen a tudatunkban, hogy a hulladékcsökkentés egy borzasztó egyszerű dolog, de egyfajta nagyon erős tudatosság szükséges hozzá. Bea Johnson az első és legfontosabb szabályt Refuse névre keresztelte. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy visszautasítunk. Ez a mai fogyasztói társadalomban az alapvető. Az alapvető fontosságú akkor, hogyha hulladékunkat csökkenteni szeretnénk. Mit is jelent ez? Tulajdonképpen arról van szó, hogy ha nem szeretnénk, hogy hulladékunk legyen, akkor ne is vigyük be a háztartásba, tehát azokat a dolgokat, amiket alapvetően megvennél vagy megkapnál, de igazából nincsen rá szükséged, akkor azt utasítsd vissza. A magyar megfelelője a könyvemben, köszönöm, nem kérem, az 5K szabálynak az első pontja, köszönöm, nem kérem, nagyon-nagyon jó példa erre, az üzletekben, rendezvényeken, kiállításokon, expókon, nagyon-nagyon sok helyen találkozunk olyan helyzettel, amikor szóróanyagokat, reklámtollakat, mindenféle olyan dolgot adnak ingyen a nézelődőknek, érdeklődőknek, amivel az a céljuk, hogy vásárlásra ösztönözzék az érdeklődőt. Nekünk pont az ellenkező a célunk. Mi nem vásárolni akarunk, hanem a fogyasztásunkat optimális szinten szeretnénk tartani, azaz lehetőség szerint akár csökkenteni is. És nem csak a vásárlásról van szó, hanem azoknak az anyagoknak a háztartásba való beviteléről, azoknak az eszközöknek a beviteléről, amire igazából nincs szükségünk. Nincs szükségünk egy szórólapra például, mert hogyha a téma valóban érdekel minket, amiről az a szórólap szól, akkor meg kell fogni azt a telefont, és le kell fotózni, és megoldódik a szórólap probléma, nincs szükség szórólapra, nincs szükségünk reklámtollapra, már hogyha tényleg nincs szükségünk rá, de azért mindig meg kell gondolni, hogy van még otthon tollam, tényleg nagy szükség elhozni azt a reklámtollat. Az első lépés Bea Johnson szerint is a visszautasítás. Én is ennek vagyok a híve, köszönöm, nem kérem, ez az első szabály. Nincsen más, ami ennél fontosabb lenne. Egy hulladék akkor a legjobban elkerülhető, hogyha az eleve el sem készül, eleve be sem kerül a háztartásba. Innentől kezdve akár egy nylon zacskó példáját is mondhatnám, ha elmegyek vásárolni, akkor visszam magammal a saját textilzsákomat, és azt, amit a boltban felajánlanak, nylon zacskót, műanyag zacskót, azt köszönöm, nem kérem, nem fogadom el, nincs rá szükségem. És még akkor sem, hogyha esetleg otthon felejtem a saját zsákjaimat, saját bevásárlótáskáimat, én akkor is inkább valahogy megoldom, sőt, esetleg az impulzus vásárlásaimat ezzel tudatosan is képes vagyok csökkenteni, hiszen nem fogok csak úgy véletlenszerű vásárolgatni, hanem csak annyit és azt veszem meg, amire valóban szükségem van, hiszen úgy készültem eleve. A második legfontosabb szabály Bea Johnson elvezése alapján a reduce, azaz a csökkentés. Én a könyvemben ezt a kevesebbel is beérem mondattal magyarosítottam, fordítottam. A lényeg tulajdonképpen az, amit maga a kifejezés is jelent, csökkentsük a fogyasztásunkat. Ha mindenképpen meg kell valamit vennünk, akkor gondoljuk át, hogy mennyire van abból szükség. Mindig felhozom példának a régmúlt időkből a saját családomat. Amikor megvásároltam
akciósan, kedvezményes áron az 5-6-8-10 doboz joghurtot, abból elfogyott egy pár darab, aztán a gyerekek megunták, a hűtőben felejtettük, és a végén kidobtuk. Tehát magyarul ez a szabály arról szól, hogy csak annyit vásárolj, amire feltétlenül szükséged van. Tehát a lehetőségekhez képest csökkentsd, minimalizáld a fogyasztásodat. Nem kell 5 pár cipő, hogyha elegendő egy is. Vásárlásainkkal meg tudjuk mutatni a gyártók felé, a kereskedelem felé, hogy mi az, amire igény van. Közgazdász lévén én hiszem azt, hogy a piac kidolgozza magából a kereset és kínálat egyensúlyát. Ha nincs rá szükségem, ha nem hozom el, ha csak kevesebbet vásárolok, akkor a piacnak ehhez alkalmazkodnia kell, nem fognak még több zacskót legyártani, még több szóróanyagot nyomtatni, hiszen nem lesz rá szüksége a piacnak. A harmadik szabály a reuse névre hallgat, azaz újrahasználat. Az újrahasználat több dolgot magában foglal. A lényege az, hogy magának az eszközöknek az élettartamát, azoknak az eszközöknek az élettartamát, amiket mindennapokban használunk, akár gyakran, napi rendszerességgel, akár ritkában, a lényeg, hogy ezeknek az eszközöknek az élettartamát a lehető leghosszabb időre kitoljuk. És ez alatt több dolog is érthető. Egyrészt megjavítjuk, ami javítható. Pontosan emiatt például az én magyar fordításomban a könyvben úgy szerepel, hogy kijavítom, tovább használom. Ha tönkre megy egy háztartási gép, akkor első körben ne a csere legyen az első gondolatunk, hanem a javításnak a lehetősége. Ha mondjuk egy cipzár egy nadrágon, kabáton tönkre megy, akkor ott is az első gondolatnak a javítás kell, hogy legyen, és el lehet vinni egy szabóhoz, és ezt meg tudja oldani a cipzár cserét például. Tehát magyarul a harmadik legfontosabb szabály az, hogy azokat az eszközöket, amiket használunk, azoknak az élettartamát minél tovább kitoljuk, egyrészt javítással. A másik fele az újrahasználatnak, hogy egy adott eszköznek vagy tárgynak az életét úgy hosszabbítjuk meg, hogy az eredeti funkciójától eltérő módon él tovább. Nagyon-nagyon egyszerű példa, tönkre ment egy műanyag edényem a konyhában, amit mondjuk évekig használtam, bármire, bármilyen célra, nem dobom ki, hanem mondjuk azt a tálat, azt innentől kezdve mondjuk a kutyának az etetésénél használom tovább, vagy virág alá teszem itt a tón, vagy elajándékozom mondjuk a kutya menhelyre. Tehát mindenféle megoldásai vannak, hogy egy tárgyat, hogyha már az eredeti céljára nem tudom használni, akkor hogyan használjam tovább. Úgy, hogy minél később kerüljön a hulladékgyűjtőbe. Tehát tulajdonképpen ez a lényeg, hogy minél később kerüljön a szeméttelepre az az adott eszköz, minél tovább tudjuk funkcionálisan, bár esetleg megváltozott funkciójával, de minél tovább tudjuk használni. A negyedik szabály pedig a szelektálás. Nem véletlen, hogy a szelektálás az 5 szabályból csak a negyedik helyen kapott helyet. Ugyanis a szelektív gyűjtés nem oldja meg a problémát. A szelektív gyűjtés akkor megoldás, hogyha az újrahasznosítási folyamatok olyan hatékonyak, hogy egy régi eszközből, az régi eszköz újrafeldolgozása révén egy új eszközt kaphatunk. Nagyon jó példa erre a PET palack. A PET palackot bár lehet szelektíven gyűjteni, és annak az anyagát fel tudják dolgozni, viszont ennek a műanyagnak a feldolgozása során az állagának változása miatt újra PET palackot már nem tudnak belőle készíteni. Magyarul a PET palackot bár újra feldolgozzák, de nem lesz belőle újra PET palack, hanem egy teljesen más termék válik belőle. Ezért PET palack funkcióra újra le kell gyártani nulláról újabb PET palackokat. Tehát magyarul mit értünk el ezzel a folyamattal? Azt értük el, hogy újra és újra gyártják ezeket az eszközöket, a feldolgozása során valamilyen más eszköz
keletkezik belőle, de előbb-utóbb mégiscsak a szemétre kerül, és olyan szemét lesz ezekből a műanyagokból, ami több száz évig nem fog lebomlani. Ezért érdemes a szelektív hulladékgyűjtésnél is azt mindenképpen szem előtt tartani, hogy amikor bármit megvásárolunk, akkor olyan csomagolóanyagban legyen, olyan csomagolóanyag felé essen a választásunk, amelynek az újrahasznosítása, feldolgozása a legjobb hatékonyságú. Jó példa erre például az üveg. Az üveget nagyon magas, gyakorlatilag 100%-os hatékonysággal újra fel lehet dolgozni, hogyha mondjuk veszünk egy befőttes üveget, akkor azt feldolgozva, Orosházán van egyébként fehér üveg feldolgozó üzem Magyarországon, azt feldolgozva újra befőttes üveget tudnak készíteni. Ezzel szemben egy műanyagnál, egy műanyag csomagolóeszköznél az újrahasznosításnak a hatékonysága jelentősen alacsonyabb szinten áll. Ezért, hogyha mondjuk vásárolok, és olyan terméket kell vásárolnom, amelyet nem tudok csomagolás nélkül beszerezni, akkor mindig ezt tartom szem előtt, műanyag csomagolású terméket csak abban az esetben veszek, hogyha tényleg nagyon nincsen más megoldás. Az ötödik szabály a komposztálás. Egy háztartásban, egy átlagos háztartásban a keletkező hulladék mennyiségének körülbelül az 30-40%-a komposztálható. Ami azt jelenti, hogy olyan anyagokat dobunk ki a hulladékégetőbe, illetve a szemétlerakókba, amelyeket, hogyha komposztálnánk, akkor visszakerülhetne a környezeti körforgásba, és inkább ezzel támogathatnánk a környezetet, nem pedig káros anyagokat juttatnánk a égetőbe. A hulladéklerakókban ugyanis nincsenek olyan kémiai körülmények, ami alatt a komposztálási folyamatok elindulhatnának, ott bepenészedik maximum a sok lebomló hulladék, és nem tud komposztálódni, nem tud visszakerülni a környezeti körforgásba. Eljutottunk az öt szabály végére, tehát magyarul visszatérve a videó legelejére, aki a hulladék csökkentési életformába szeretne belevágni, annak az első lépés az, hogy ezt az öt szabályt, ezt próbálja meg minél inkább beleégetni a fejébe, hogy ez mentén, a szabályok mentén élje a mindennapjait. Bármikor, bárhova elmegy, vagy vásárol, vagy egy programon vesz részt, akkor mindig ez lebegjen a szem előtt. Visszautasítunk, csökkentünk, újra használunk, szelektálunk és komposztálunk. Ennyi az egész. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni. A többi videót megtaláljátok a csatornán, amit eddig készítettem, azok általában valamilyen tematikus témájú videók, hogy kell elkészíteni mondjuk egy sampont, hogy termesztem a luffatököt itthon, ami a műanyag szivacsok kiváltására szolgál. A lényeg az, hogy többnyire tematikus videókat találtok, de igyekszem általánosabb összefoglaló videókat is készíteni a jövőben, hogy könnyebben el tudjatok igazodni a hulladékcsökkentési út labirintusában. Bármilyen kérdésetek van, akkor a kommentben írjátok meg, és igyekszem nagyon gyorsan válaszolni. Örülök, hogy itt voltatok, sziasztok, szép napot nektek!